gyakorlatokhoz van két kis segítőnk, ők fogják velünk közösen bemutatni a gyakorlatokat. Itt van velünk Norina és Ricsi. És hogy jobb kedvel menjen a torna, elhoztuk nektek Tapsi Hapsi és Sonta Bárány. Megpróbálják ők is velünk együtt csinálni a tornát. És akkor vegyük is fel rögtön az alapán, ez egy kicsit kartávolságra tolódjunk el egymástól. Nagyszerű. A torna legfontosabb része, hogy bemelegítsük az izmainkat és az ízületeinket, úgyhogy először is ezeket fogjuk megtenni a legfontosabb testrészeinkkel. Kezdjük is el. Először vár felkörzést közösen csináljuk lassan. Hármat egyik irányba. Jó, megállítjuk. És a másik irányba is. Azért fontos, hogy lassan csináljuk. Nagyon el tudom szépen. Meg is volt a gyakorlat. Folytatjuk tovább a vállainkat. Fogjuk a kézfejünket, felhelyezzük a vállunkra, és lassan előre, jó nagy köröket. Sajnálom, a bárány is csinálhatja, hogy ne hagyja ki. Tapsi, nagyon jó. Jó, megvoltunk előre. Úgyhogy folytatjuk is tovább, hátra is csinálunk várat. Rendben, én már úgy érzem, hogy a vállam eléggé be is melegedett. Még egy olyat, remélem nem ütünk meg senkit, próbáljuk kicsit átlépni. Ez az, és az lenne a lényeg, hogy mindannyian nézzük, ha jobb tenyerünkbe, az felfelé áll, a bal pedig lefelé néz. Nagyon jó, és így váltogatjuk. Mindig, amelyik tenyerünkbe belenézünk, az néz fölfelé. Kezdhetjük is. Jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal. Nagyon jó, szuperek vagytok, ez az. Na még, ötöt. Meg is hagyunk fogni, meg is hagyunk. Oké, rendben. Kezünket a csípőnkre helyezzük. És jó nagy körzések közben, és törzshajlítással előre, és körben. Ez az csak lassan, mert elesünk. Rendben, még egyszer, 8-at! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rendben, meg is volnánk akkor a bemelegítő gyakorlatainkkal, most pedig szeretnék mutatni nektek pár erősítőt is, ami majd kicsit fejleszti az izmaitokat, meg megdobja a pulzus számotokat. Az én segítőm Ricsi lesz, Norina pedig Évi Manóval fog együtt tornázni. Jó, az első gyakorlat, a nagyobb, a gyerekek fognak dolgozni az elején, nagyobb, lemennek fekvőtámadva, nyugodt, lehasalunk a földre, és a gyerkőcök átugranak fölöttünk,
szuper! Felnyomjuk magunkat jó magasra, és átbújnak alattunk. Ebből van 5 ismétlés. Na, számoljuk. Nagyon jó. 1. 2. Szuper. 3. 4. Na már csak egy van, hajrá! Szuper, nagyon jó volt. És megcsináltad? Oké. Akkor most cserélünk, hogy a nagyok sem maradjanak ki. Most a kicsik pihennek. Jó pihenés. Lehet, hogy már van. Ja. 1. Csaljuk, hogy csak 3-at szilárd! És 3. Szuper. Az én vérem az már pecsak is. És csinálunk pár lábemelést. Egyszer emeljük mind a két lábat. És 1. Szuper. 2. Nagyon jó. 8-at csinálunk. 6. 7. És a 8. Tartsuk meg! Mindenki fent megtartja! Szuper! Oh, lerakad! Felveszünk egy ilyen csillagot. A jó kezünkkel keresztbe. Lábat emeljük és megérítjük a bokánk. Jó? De a fejünk lent van. Lábat emeljük és a kézzel megérítjük keresztbe a bokánk. Mehet. Jobban kezdünk. Leszünk, mint szupermen. Kinyújtjuk előre fejünk mellett a kezünket, és egyszerre megemeljük mind a két kezünket és a lábunkat. Csinálunk. 8 ismétlés szám lesz belőle. Na hajrá, számolok. 1. 2. 3. 4. 5. Az utolsót megtartjuk. 8. És megtart. És tartjuk keményen, keményen. Ez az összeszorított foggal. És elenged. Szuper. Nagyon jó volt. Ebből fel is jöhetünk. Mint a... egy ilyen kutyapóta. És akkor ellentétesen emeljük majd a kezünket, és a lábunkkal pedig felrúgunk a levegőbe. Kezünket pedig megemeljük. Ebből is 8 ismétlés lesz mind a két oldalból. Na akkor kezdjük. 1. 2. Most csak a jobbot csináljuk. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oké. Látunk, másik oldal. És kezdjük. 1. 2. Nagyon jól csináltuk, Ivanov. 3. Igyekszem. 4. Gyerekek pedig szuper. 5. 6. 7. És 8.
rendesen elfáradtam, nagyon jó volt ez a kis erősítő. Oké, már most egy picikét levezetjük még, lerázzuk a karunkat, illetve a lábainkat. Kezdjük a lábrázás, karlábrázás. Lábrázás, karlábrázás. Lázás. Lázátok? Nehéz szó. Lázunk be őket rendesen. Karunkat is. Jó. Felkül. Oldal, másik oldal, lassan. Ugye elszépül. Ahogy a hátra dolgoztunk, még egy felterít valamit is. És a másik oldal. Jó, rendben, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Bravo. Oda is pacsik az állatkert. Szuperek voltatok. Reméljük tetszett nektek ez a videó, és akkor nagyon szeretnénk látni azt is, hogy ti hogy tornáztatok együtt. Csináljátok, vonjátok be anyukátokat, apukátokat, akár a nagyszülőket is, testvéreteket is, küldjétek el nekünk. Sziasztok!